a járvány elleni eredményes védekezéshez teljes körű összefogásra van szükség. Ennek a teljes körű összefogásnak természetesen részesei a fogyatékossággal élő embertársaink is. Segítséget nyújt a gyulai önkormányzat a fogyatékkal élő emberek számára. Mindezt ebben a Facebookon megjelent videóban jelentette be Görgényi Ernő polgármester. Emlékeztetett, hogy már korábban elindítottak egy otthonsegítési szolgáltatást, melyet a 65 évnél idősebb segítségre szorulók számára szerveztek meg. Ez a lehetőség minden gyulai fogyatékossággal élő polgárnak nyitva áll. Azt már a Gyula TV-nek adott interjúban mondta el, hogy ez a szolgáltatás a fogyatékkal élők számára is nyitott volt, így már eddig is 58-an éltek a lehetőséggel. A polgármester hangsúlyozta, e-mailen és telefonon is várják a jelentkezőket. Lehet, hogy vannak olyan fogyatékkal élők, akik nem tudnak jelezni, így Görgényi Ernő azt kéri, aki ismeri ilyen embert, az jelezzen az alábbi elérhetőségeken. Segítenek a bevásárlásban, elvégzik az ellátott helyett a bevásárlást, természetesen az ellátott költségére. Kiváltják a gyógyszerét a patikában, hogyha az az igény, illetőleg, hogyha valamilyen ügyintézni valója van, amit nem személyesen kell intézni, akkor abban is kollégáim állnak rendelkezésre, és hogyha jogosult az illető a meleg étkezésre, akkor fölveszik természetesen az ellátottak körébe, és meleg étkezést is biztosítanak számára. Az önkormányzat munkatársai minden bejelentés ügyében felveszik a kapcsolatot az ellátásra szorulóval.